Adatvizualizáció, lézerszkennelés, BIM modellezés. Olyan fogalmak, amelyeket a jövő építőiparában ismerniük kell a szakembereknek. Az új technológiák rohamos megjelenése ezen a területen is jellemző, a tervező asztalok mellett ceruzával rajzoló mérnökök képe helyett pedig a számítógépes programokkal dolgozó szakemberek jelentik a valóságot. A virtuális valóság vagy a 3D modellezés már nem csak külföldön jellemzi az építőipart, hanem Magyarországon is alkalmazzák már, megkönnyítve ezzel a munkafolyamatok összehangolását és jelentősen csökkentve a hiba lehetőségek számát. Mindenki 3D-be dolgozik, és létezik olyan segédprogram, ami ezt a többféle szakember által elkészített tervanyagot összevezeti, és egy speciális IFC nevű fájlformátumot használva ezek összevezethetők, és egy segédprogram azt is kimutatja, hogy a különböző szakemberek nem jól egyeztettek egymással, és hibákat hagytak a mi terveinkben, és ez többek között arra jó, ha egy ilyen tervütköztetés lemegy, lehet, hogy az első ilyen alkalommal 1-200 vagy több száz ilyen típusú hibát jelez a program, és ír róla listákat, ad képi illusztrációt, hogy nézd meg azt a gerendát, azzal a csővel nem jól hoztad össze, stb. Adrian óránként 1000 téglát képes lerakni, ha kell, maltert kever, elkészíti a fali vezetékek helyét, és persze közben folyamatosan ellenőrzi saját magát. Az építőipart is sújtó munkaerőhiányra a robotok is megoldást jelenthetnek. Vég József szerint ez is járható út, azonban úgy látja, nagyobb összefüggéseiben kell vizsgálni a jövő lehetőségeit. Nem pont a kőműves és a falazás kiváltása jelenti szerintem a legkomolyabb jövőépítő gondolatot, sokkal inkább az, hogy egyáltalán akkor a kiselemes falazást, mint technológiát inkább hagyjuk visszaszorulni a való világban, és akkor lehet, hogy nem kiselemes falat kell építeni monstrum szupergépek ott ácsorgásával a kis falam mellett, hanem mondjuk a falat egybe gyártom inkább le, és akkor megint csak az előregyártásnál járok, amit viszont már kitaláltak előttünk 10-20-30 évvel is. Tehát sokféle válasz lehet erre a dologra. A korszerű eszközök iránti kereslet minden esetre jelentősen nőtt az elmúlt években Magyarországon. A Magyar Leasing Szövetség adatai alapján csak 2017-ben az első fél évben az építőipari gépekre a leasing cégek több mint 8 milliárd forintot helyeztek ki, ez 33%-os növekedést jelent 2016 azonos időszakához képest.